Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szalagavató. Ünnepség a Hemiben, Dombóváron. Székelybál. Bonyhádon ünnepeltek. Kampány. Az internet veszélyeire hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Stílus és divat. Schiffer Miklós tartott előadást Szekszárdon. Feltűzték a szalagokat a dombóvári Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjainak. A tanulók számára kiemelkedően fontos az esemény, hiszen ez iskolás éveik végét jelzi. A dombóvári Eszterházi Miklós Technikum intézményvezetője Bükösdi Olga beszédében megköszönte a tanároknak, szülőknek a több évnyi kitartó munkáját. Az ifjúság általában nem szereti a hagyományokat, sőt igyekszik szakítani elődöktől rájuk hagyományozott elvárásokkal és szokásokkal. A szalagavató a kivételek közé tartozik, hiszen inkább a tanárok, szülők szokták feltenni a kérdést. Megéri-e ez az ünnepi alkalom a sok-sok fáradtságot, időráfordítást, vitát és feszültséget? A felnőttek óvatos felvetéseire mindig ugyanaz az ifjúság válasza. Mi is szeretnénk szalagavatót, hiszen az előttünk járónak is volt, és a más iskolákba járóknak is van szalagavatója. Az idei esemény rendhagyónak számított, mivel a technikusi képzés növendékei a következő tanévben fogják letenni az érettségi vizsgát. Úgy gondoltuk, hogy kevesen lesznek, a 3 éves szakképzősök fognak most, a 11-esek szalagot kapni, és arra gondoltunk, hogy egy ilyen kis családiasabb szalagavatót szervezünk nekik idén. Eredetileg úgy volt, hogy 44 tanulónak fogunk tűzni, de mivel hozzánk járnak felnőttek, és úgy döntöttek, hogy tulajdonképpen ők is nagyon szívesen eljönnének erre a szalagavatóra. Az intézmény több képzési lehetőséget biztosít a 8-os diákoknak, valamint azoknak is, akik a felnőtt képzést választják. Az idei szalagavatón elsősorban, ahogy mondtam, a 3 éves szakképzősök fognak szalagot kapni. Elsősorban gépészek, túlnyomórész gépészek és a vendéglátó turizmus ágazaton belül, illetve a két éves érettségizősök, mind felnőtteknél, mind pedig a nappali tagozatos tanulóknál, ez azért dominál nálunk, tehát ők lesznek túlnyomórészt most itt fönt a placon, amikor tűzzük a szalagokat. A szalagok feltűzése után a végzősök bálya zárta az ünnepséget. Székely bált rendezett Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ. Az eseményt már közel 5 évtizede tartják meg a völcsegi településen. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték Bonyhádon a Székely bált. A környező településekről is sokan érkeztek barátok, ismerősök, hogy együtt ünnepeljenek. Pap Domonkos, a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke és a Bonyhádi Székely Kör tagja körülbelül 30 éve látogatott el először az eseményre. Időről időre megéljük különböző rendezvényeken, megemlékezéseken, fesztiválokon. Ugye vannak olyan rendezvények évről évre, mindig ugyanabban az időben megvan rendezés, ezeken mindig igyekszünk részt venni, sőt segíteni, esetleg valami műsorral fellépni, tehát a kultúránkat mi így éljük meg. A muzsikát a Delfin zenekar és a Cocktail Band szolgáltatta. A megjelentek közül sokan már visszalátogató vendégnek számítanak, ők minden évben eljönnek a rendezvényre. Locz Péterné Lengyelből érkezett, szülei Andrásfalván születtek, és onnan menekültek Magyarországra. Szerinte fontosak az olyan alkalmak, ahol az emberek megünnepelhetik a székely származásukat. Tavaly is fantasztikus volt. Mindig nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a zenekar, szép a műsor, tehát önmagába véve azt gondolom, hogy csak jól kell érezni magának az embernek. A bálozók közül többen is a székely közösség és az összetartozás fontosságát emelték ki. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon fontos, hogy egy ilyen közösség, aki Bukovinából meg Bácskából átjött ide, áttelepítették ide a 40-es évekbe, az egy ilyen rendezvényt tud tartani még mindig Magyarországon. Bonyhádnak szerintem ez az egyik legsikeresebb zenés rendezvénye, mert ne felejtsék el, hogy nem esély a király tehet, de székelyé csak az Isten.
A Bonyhádi Báli mulatság este 8 órakor kezdődött, és hajnal 4-kor zárult. Most rövid híreink következnek. Életének 68. évében elhunyt Kolozsini Gergely Cecília. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban évtizedekig tevékenykedett. A báb szakkörben, majd a Felvidékiek Egyesületében és a Nyugdíjas Pedagógus Klubban végzett vezetői tevékenységet, amellyel Bonyhád civil életét gazdagította. A 2023-2024-es tanévben Tolna vármegyében is folytatódik a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra program. Ennek részeként Bölcskén immár az első és második évfolyamos diákoknak tartott közlekedésrendészeti oktatást Bíró Ilona Mária, rendőr főtörzs őrmester, a Paksi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója. A két osztályban közel 50 gyermek vett részt az interaktív órán, melyeknek témája a rendőr karjelzései voltak. A jelzéseket egy programozható robot segítségével mutatták be a tanulóknak. Police Café néven rendezett kiberbiztonságról szóló véleménycserét a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság az online csalások világnapján. A kampánnyal a biztonságosabb internet használatra hívják fel a figyelmet. Nem csak a biztonságos internet világnapján a legfókuszáltabb terület a bűnmegelőzés, hanem az év valamennyi napján, mondta el nekünk Huszti Gábor rendőr alezredes. Február első kedje, ez világszerte a biztonságos internet napja. Ez egyébként egy Európai Uniós kezdeményezés, de mára már 190 ország csatlakozott hozzá. Ennek a napnak az a lényege, hogy ezen a napon felhívjuk a figyelmet az online biztonságra, arra, hogy mindenki tehet saját biztonsága érdekébe. Az elmúlt években tapasztalhatjuk, hogy az egész országban megnőtt az ilyen bűnös deliktumok száma, az ilyen eseteknek a száma, és elkerülhetetlen, hogy össztársadalmi szinten foglalkozzunk a kiberbiztonsággal. A meghívott együttműködő szervezetek, intézmények és egyéb személyek a négy asztalnál javaslataikkal, véleményükkel segíthetnek ebben a harcban. A négy témát fogjuk négy asztalon külön-külön megtárgyalni, egy párbeszéd fog itt folyni, és azt fogjuk kérni az együttműködőinktől, hogy az ő saját szemüvegükön keresztül tapasztaltakat osszák meg, sőt, tegyenek javaslatokat, és egy brainstorming jelleggel osszák meg velünk azt, hogy ők hogy látják ezt a kérdéskört, és hogy esetleg eredményesnek látszó megoldásokat is javasoljanak. Olyannyira fontos az internetes bűnmegelőzés, hogy ezzel mindenkinek foglalkoznia kell. A mai naptól elindítottunk egy e-mail posta fiókot. Ez a kiberkapcsolat@tolna.polisz.hu e-mail címmel rendelkezik. Erre az e-mail címre bármelyik állampolgár, bárki el tudja küldeni azt a képernyőmentését, vagy azt az információt, ami bizonytalanná tette. És még mielőtt rákattintana valamire, letöltene valamit, vagy esetleg megadná érzékeny adatait, ezt meg tudja tőlünk kérdezni. Munkanapokon fogadjuk mi ezeket az e-maileket, meg fogjuk vizsgálni, és szakmai szakértői válaszokat fogunk adni, egyébként bűnmegelőzési ajánlások mellett. Ezen kívül Huszti Gábor hozzátette, hogy hozzávetőlegesen a napi internetfelhasználók 40%-a a 65 év feletti lakosság. Fontos, hogy ez a korosztály kellőképpen tájékozott legyen, mert naponta nő az internetes bűnesetek száma. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Közterületen gyulladt meg egy nagyméretű tojafa Faddon, a Mátyás Király utcában. Az esethez Fad önkéntes és Tolna önkormányzati tűzoltóit riasztották, akik a lángok eloltását követően motoros láncfűrés segítségével távolították el a fa károsodott részeit, továbbá értesítették az elektromos hálózat szolgáltatóját a hőtől sérült kábelek miatt. A nyugállományba vonuló pedagógusok is kapnak fizetésemelést, írta a belügyminisztérium. Álláspontjuk szerint méltatlan helyzetbe kerültek az oktatók, akik 2023. szeptember 15 és december 31-e között nyugdíjba vonulások okán megkezdték felmentési idejük letöltését, így jogviszonyuk nem alakult át. Ezért az új jogviszony szerinti új életmények megállapítása rájuk nem vonatkozott, ezen a jogcímen fizetésemelésben nem részesülhettek. A munkáltatóknak január 1-től
egyoldalú kötelezettségvállalással biztosítaniuk kell legalább 10% mértékű fizetésemelést az érintett 389 személynek. Az Agrárminisztérium támogatásával indul az Iskolában az Erdő program, amelynek során köznevelési intézmények pályázhatnak a 6-tól 14 éves diákok számára erdei iskolai tematikus foglalkozások lebonyolítására. Hangsúlyozták, napjainkban rendkívül fontos a fenntarthatósági szemlélet terjesztése, ezért az Agrártárca nem csak az ország fával borított területének növelését támogatja kiemelten, hanem hagyományosan nagy gondot fordít arra, hogy minél több gyermek és fiatal számára váljanak hozzáférhetővé a környezeti nevelési és szemléletformáló események. A stílusos megjelenés alapjai, irányzatok a hétköznapokban és a politika világában címmel szakmai programot szervezett a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium képzési központja. Előadott Schiffer Miklós, divat és stílus tanácsadó. 70-ig megéri a cégeknek, jó? Tehát 70-től fáj nekik. 70-ig nem fáj, önöknek viszont fáj. Ha vesznek valamit, ami nem kell. A Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi szakmai programján a stílus és a divat témája volt főszerepben. Schiffer Miklós előadásának első részében a stílus és a vizuális kommunikáció kapták a legnagyobb hangsúlyt. Mint kiderült, az egyik legfontosabb tényező, hogy az öltözködésben meg tudjuk vonni a határokat a civil és a hivatalos életünk között. Alapvető elmélet az, hogy a stílus az a sajátunk, a divatot pedig ránk erőltetik. De van olyan fotós, aki azt mondta, hogy ha nem lenne a divat, akkor nem lenne ez a páncél, nehéz lenne túlélni a hétköznapokat. Tehát valakinek ez a fontos, valakinek az a fontos. És hát amit kokosan elmondott, a divat változik, a stílus örök. Ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy azt kell megtanulnunk manapság, amikor ennyi minden veszi az embert körül, és mindenhol csak ömlik rájuk az új és új és új, hogy megtanuljuk megvenni azt, ami kell. Schiffer Miklós szerint tehát a stílusos ruhatár építése során tudatosan kell vásároljunk. Úgy véli, leginkább a közösségi média hatásai miatt költekeznek a szükségesnél többet az emberek. Mindenhonnan az ömlik, hogy vegyél, vegyél, még vegyél, ez se elég, az se elég, van új. Ez az igazi üzenet, hogy mindig az újat vedd, és én nem gondolom, hogy ez helyes. Tehát ez semmi más, mint üzlet. Akinek van stílusa és tudatos, az nem gondolja, hogy meg kell venni a legújabbat, hogyha az éppen zöld, és neki nem áll jól. A szakmai program második része a politika színterén felismerhető stíluskommunikációról szólt. A szakértő ismertette, Magyarországon ma az általános öltözködést a lazaság jellemzi leginkább, főként a fiatal generációnál. Regionális híreink következnek. Toborzás Pécsen. Tüzéreket toboroz a Magyar Honvédség. Gasztrofarsang. Étel, ital, jó hangulat Balatonlellén. Flamenco est Lorca lírájával. Granadai hangulat a Zsolnai negyedben. Toborzót tartottak Pécsen a Kertvárosban. A megújuló magyar tüzérségbe keresik a fiatalokat, mely 21. századi eszközökkel van feltöltve. A kitelepült tank, a harckocsi, valamint tájékoztató, információs pavilon csalogatta az érdeklődőket. Ezt az óriás méretű tankot nézi nosztalgikusan egy idős ember, aki, mint elmondta, valamikor szakmabeli volt. Én is harckocsi parancsnok voltam a régi szép időben, még 18 hónapot is a nagy vast akarta megnézni, más nem. Hát 57 évesen mi már nem. Találkoztunk egy olyan pedagógussal is, aki tájékoztató anyagot visz a fiataloknak. Szerinte ez nagyon jó dolog, hogy megújul a magyar tüzérség, és kitelepülnek a katonák toborozni. Ebben most a saját területén ő is segít. Én iskolai diákoknak ajánlanám legfőképpen, és azzal kapcsolatban beszélgettem itt az úrral, a szervező úrral, pedagógus voltam, és én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés lehetne pályaorientáció. A vásártér sarkánál terepszínű harci járművek és tájékoztató pavilon várta egész nap az érdeklődőket, fiatalokat. Több célú harci jármű, önjáró löveg, mely a világ egyik legkorszerűbb eszköze, mely most eszközelben látható a helyszínen. Mondta Lele Gergő hadnagy, a Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár, vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály szakaszparancsnoka.
A megújuló magyar tüzérségbe keressük a fiatalokat, ami 21. századi eszközökkel van feltöltve, mint mögöttem látható ugye a Gidrán több célú harcjármű, illetve a Pézia 2000-es önjáró löveg, ami bátran mondhatom azt, hogy a világ egyik leghorszerűbb és legjobb önjáró lövege. Emellett pedig kiemelt fizetést is kínál a Magyar Honvédség ezeknek a fiataloknak. 737 ezer bruttó kezdőfizetéssel kezd nálunk a legalacsonyabb rendfokozatú legénységi katona is. Február 9-ig lehet jelentkezni a vállalkozó szellemű fiataloknak. A 10-hetes alapkiképzés február 12-én kezdődik. Ez áll egyrészt egy kéthetes fizikai modullal, utána van egy 5 hetes alapvető katonaismereteket taglaló képzésünk, ahol tereptant, illetve lövészet, harcászat és egyéb olyan dolgok, amik szükségesek a szolgálathoz. Majd ezután 2 hét lövész, alaplövészképzést kapnak, majd egy héten keresztül pedig majd fel fognak készülni a különböző alakifogásokból, hogy az ünnepélyes eskütételre szépen álljanak majd kint a téren. A kiképzés Tatán történik a páncélos dandár laktanyájában. 8 étterem, 7 borászat, 2 cukrászda, gyerek és felnőtt koncertek várták a 6. gasztrofarsang érdeklődőit Balatonlellén. A programra több százan voltak kíváncsiak az idén is. Már a nyitás után nem sokkal megtelt a rendezvénysátor a Balatonlellei parkban. A jó időt és a színes kínálatot kihasználva sokan érkeztek a hétvégi farsangi rendezvényre. Több telefont is kaptam a héten, hogy biztos meg lesz-e tartva a rendezvény, azon kívül, ha itt körülnézek, akkor vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy elég sok olyan üdülő tulajdonost ismerek, akik már lelleiek, de nem lelleiek mégsem, akik lejönnek a fűthető nyaralóikba, itt töltik a hétvégét, várják a programjainkat, tehát azt hiszem, hogy nem csak a lelleieknek vagyunk itt, hanem az ország népének. Az éttermek, borászatok most is különlegességekkel készültek az érdeklődőknek. Ez meg a hódókiflink, ez egy kovászos hódókiflink. És akkor ebben rakunk egy ilyen házi aiolival készítjük. Az a lényege, hogy ez egy házi majonéz, ami fokhagymával készül. 50%-ban olívaolaj, 50%-ban pedig mogyoróolajjal készítjük. És akkor ebben rakunk egy... Mi általunk töltött grillkolbász, ez a saját fűszerezésű, saját készítésű jubélbe töltjük magát a grillkolbász. És akkor fermentált uborkát rakunk bele. Az a lényeg, tehát nem ecettel készítjük, hanem fermentáltal készítjük az uborkát, és ehhez rakunk hozzá málnaecetes lilahagymasalátát, ami szerintem mi készítünk. Tehát a málnaecetet mi készítjük. Nézzétek, milyen gyönyörű bordószíne van a málnaecettől. Kós Tamás szerint az emberek keresik az újdonságokat, tudatosabban étkeznek, és keresik azokat az ételeket, amelyek nem csak finomak, de egészségesek is. Egyre nagyobb az a kör, aki keresi az egészséges, régi, hagyományos ételeket. Mi nálunk 72 óra alatt készül egy kenyér is például, amit itt is hoztunk ki, és hosszú fermentációval dolgozunk, ami elősegíti, tehát jó tesz az emésztésnek, jó a gyomornak, jó az embernek, jó az egészségnek, imádják. A kiállítók azt mondják, azért szeretik ezeket a rendezvényeket, mert túl azon, hogy a saját portékájukat értékesíthetik, az ilyen alkalmakon lehetőség nyílik a másik megismerésére, kötetlen beszélgetésekre is. A vendégek között pedig olyanok is vannak, akik kedvenceik miatt keresik fel a rendezvényt. Nagyon sok olyan helyi vendég is jön, aki ragaszkodik a saját étterméhez, saját barátoshoz, és már alig várja, hogy kinyitsanak ezek a nyári éttermek, és megkeresi őket, és egy jó kis hangulatú rendezvényen elfogyasztja az ételeket, illetve a borokat. Szerintem abszolút működőképes ez a dolog. Nagyon élvezzük mi is egyébként, hogy kicsit összejövünk, borászokkal tudunk beszélgetni, és tudjuk élvezni a bulit tulajdonképpen. A Balatonlellei gasztrofarsang hasonlóan a többi szezonon kívüli rendezvényhez mára ismert és várt eseményé nőtte ki magát, ahol a helyi és környékbeli termelők, vállalkozók népszerűsíthetik saját portékáikat, illetve magát a Balaton régiót is.
Különleges flamenco esnek lehettek részesei azok, akik ellátogattak a Zsolnai negyedbe, Pécset. Tradicionális dalok és táncok ötvözetét látatta, hallhatta a közönség Federico García Lorca spanyol nevű lírájával átszőve. Granadai hangulat töltötte be az E78-as termet. Börösz Petra flamenco táncművész. Korábban balettos volt, és már felnőtt fejjel szeretett bele a flamenco táncműfajba. Abban nagyon egyedi a flamenco, hogy itt az egyén kifejezése van a fókuszban. Tehát ez ugyan egy közösséget fog össze, és közösség hozta létre, de itt az egyéni önkifejezés az nagyon-nagyon-nagyon fontos, ami mondjuk nem tud ilyen szerepet kapni egy magyar néptáncban, bármilyen más népi táncokban, vagy klasszikus táncokban, és ebben nagyon erős, ebben nagyon sokat ad az embereknek, teljesen mindegy, hogy amatőr szinten vagy professzionális szinten művelik ezt. Formájában pedig nagyon komplex, ugyanis a lábukon egy szögelt talpú, orrú és sarkú táncipőt viselnek, ami nagyon meghatározó a ritmusban, hangzásban, mozgásban, teszi hozzá Böröc Petra, flamenco táncművész. Ezzel ritmus játékot adunk, tehát így a táncos is egy hangszerként van jelen a zenében, a zene szövetében. Azon kívül meg van egy jellegzetes testtartás, egy jellegzetes csípőmunka, jellegzetes karmunka, csuklómunka, ugye a legtöbben ugye ez az, ami úgy feltűnik, hogy az ember olyan szépen forgatja a csuklóját, és ez a nagy vehemencia, meg nagy energia és érzelmesség, ez igazából ennek köszönhető, hogy itt az egyén táncolja el azokat az érzelmeket, érzéseket, amiket benne a zene kivált, esetleg amik benne éppen akkor aznap munkálnak. A különleges flamenco esten a tradicionális dalokat és táncokat Federico García Lorca költő spanyol nyelvű lírája szőtte át. Az est gitárművész Rüti Krisztián volt. A zenész, zenei producer közel másfél évtizede él Granadában. Götek CD-t hoztam haza, és elkezdtem hallgatni. És így a szüleim, meg így a barátok nem értették, hogy mi ez, de valami, én egyébként jöttem a rockból, meg jazz tanultam egy ideig, de amikor meghallottam ezt a flamencot, akkor azt mondtam, hogy oké, hol lehetne valaki találni, aki nekem meg tud tanítani valamit ebből. És az idők során én tanultam Budapesten, és amikor eldöntöttem, hogy elmegyek, akkor már azért ismertem a flamenco, a zenei nyelvet. Éveken át nagyon szerencsés volt, flamenkos csapatokban játszhatott. Első koncertjei már nagy színházakban szólaltak meg, mondja Rüti Krisztián. Madridba 2000-ben mentem. Én aztán, amikor már mentem 2009-be, 15 évvel ezelőtt, akkor én már Granadába mentem, Dél-Spanyolországba mentem. A Madrid az csak az ott voltam először, ilyen 25 évvel ezelőtt, 24 évvel ezelőtt. És ott éreztem egy kicsit meg, de hát azért semmi köze nincs ahhoz, ami Dél-Spanyolországban van, ahol az emberek tényleg élik ezt. Vannak családok, akik evés közben játszanak, felveszik a gitárt, és ezt, amit mi elő fogunk adni, ezt ők csinálják otthon is. A nagy sikerű flamenco est végén a pécsi flamenkósokat is színpadra hívták, és minden tagjuk közel egy-egy percben hatásos táncprodukciót adott elő a Zsolnai negyed E78-as termében. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szalagavató. Ünnepség a Hemiben, Dombóváron. Székelybál. Bonyhádon ünnepeltek. Kampány. Az internet veszélyeire hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Stílus és divat. Schiffer Miklós tartott előadást Szekszárdon. Szerdán folytatódik a változóan napos, felhős idő, élénk, olykor erős nyugati, délnyugati széllel és az évszakos átlagnál 8-10 fokkal magasabb hőmérséklettel. Éjjel erősebb felhősödés valószínű, elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor is. A szél élénk, erős marad. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!